Sziasztok! Nagy Néca vagyok, a Zöld Vitál zöld leveleit termesztem. Beszélgető partnerem Lénárd Gitta. Szia! Az első kérdésem a témában, hogy miért fontosak a zöld levelek fogyasztása? Azért kellene minél több zöld levelet fogyasztani, sőt ennek kellene a legfontosabb alapélelmiszerünknek lenni, mert a zöld levelekben található klorofil. A klorofil egy olyan nagyon értékes növényi anyag, ami feltölti a szervezetünket oxigénnel, segíti a gyógyulási folyamatokat, segít regenerálódni, lugosít, antibakteriális hatása van, tisztítja a vért, tisztítja a májat. Szóval nagyon-nagyon-nagyon jó hatásai vannak a szervezetre, és ha lehet, akkor ne táplálékkiegészítőben fogyasszuk a klorofilt, hanem természetes formájában, és a lehető legtermészetesebb forma pedig a zöld levél, ami saláták, spenót, mángold, különböző káposztafélék, búzafű, árpafű. Most a fogyasztott növényekre, ha gondolok, azokban is ugyanannyi a hatóanyag? A fogyasztás érdekes módon nem árt annyira a zöld leveleknek, mint mondjuk a főzés vagy a hőkezelés. Én úgy tudom, hogy ha a fogyasztás gyorsan történik, tehát ilyen gyors fogyasztással, akkor felengedés után még egy pár óráig aktívak a hatóanyagok, és azokat még be lehet tenni a turmixba, és el lehet fogyasztani. Tehát nagyobb károsodás nélkül. A fagyos állapotban már igen, bele is lehet tenni. Fagyos állapotban a turmixgépbe elkészíteni az italt, és azt el lehet fogyasztani, igen. És minden zöld levélben ugyanannyi a klorofil? Ezt onnan lehet megállapítani, hogy minél zöldebb egy zöld levél, annál többen a klorofil, tehát annál értékesebb. Tehát, hogyha vesszük mondjuk a jégsalátát, ami rettentő finom, meg ropog az ember foga alatt, az elég világos, tehát abban elég kevés a klorofil. Nekem az egyik kedvencem a Nero, az a leveles kell, az a sötét, szinte kékhez zöld. Fekete káposztának hívják, jól tudom. Fekete káposztának is hívják, az a legcsodálatosabb, abban van a legeslegtöbb klorofil. És hogyha abból csinálunk egy italt, az szerintem még érzi napközben is az ember, az én reggeli italomban ma is volt ilyen. Úgyhogy tehát minél sötétebb egy növény, annál többen a klorofil is annál hatékonyabb. És azt még el szeretném mondani, hogyha már egy levél kezd fonnyadni, vagy sárgulni, és már nem az a sötét zöld egészséges a színe, akkor azt már ne tegyük bele, azt már ne együk meg. A szupermarketekben is találhatók ilyen zöld levelek. Vajon mennyire egészségesek, nincs-e benne túl sok vegyszer? Sajnos nincs ráírva. Hát úgy, mint az ilyen lezacskozott, dobozolt élelmiszerekre feltüntetik a tápanyag és mindenféle összetételt, hát sajnos a szupermarketekben kapható zöldeken, már ha lehet kapni a zöldeket, ezeket nem tudjuk. Viszont azt tudjuk, hogy a nagyüzemi zöldségtermesztés nem bio alapokon történik, tehát nem élő a föld, hanem vegyszerezett, nitrágyázott, és azt tudjuk, hogy ezeket a nitrátokat legjobban a zöld levelek szívják magukba. Tehát nem véletlen az, amikor a piacon spenótot vesz az ember, akkor én jártam már úgy, hogy megkérdezte az árus, hogy babának lesz, mert babának nem ajánlja. És ebben benne volt az, hogy ez elég egyszerezett volt. Tehát én azt gondolom, hogy legjobbat akkor tesszük magunknak, hogyha organikusan termel, tehát bio zöld leveleket vásárolunk, mert az tudni biztos egészséges. A vegyszerezett és a nitrátokat, nitriteket tartalmazó zöldek, azok nem egészségesek. Köszönöm a válaszodat. Tehát tudjuk most már, hogy a szervetlen tápanyagok azok nagyon rossz hatással vannak a szervezetnek, nagyon sok kárt okoz, megbetegedhetünk, és szerinted mennyi idős kortól ajánlott a zöldek fogyasztása, vagy a zöld ital fogyasztása? Mennyi idős kortól? Hát ugye az anyatejet nem lehet pótolni, vagy lecserélni, de amint elkezdődik a hozzátáplálás, az első között ajánlom a klorofil tartalmú zöld italok fogyasztását a gyermekeknek. Megfelelően kell hígítani természetesen, tehát nem olyan töményen, ahogy kinyerjük a levét,
hanem megfelelően hígítva, de a hozzátáplálás első ételei között ott kell, hogy legyen. Én a gyermekeimet így tápláltam, és nagyon meg is látszik rajtuk, szépek, egészségesek, úgyhogy. És a felső korhatár pedig nincs. Tehát akár határtalan. Határtalan, igen. Köszönöm a válaszodat, tartsatok velünk legközelebb, és sziasztok!